Ma megy is. Basszus. Csodálatos, legalább egy 3-2-1 nem fért volna bele. Na, gyere. Gyere. Jajok. Napfény az már nincs. Aj. Nem baj. Na, olyan jó lett volna napfényes, verőfényes, stb. Nos, amit itt láthatok, a legendás, a legendásabb, az utolsó, és tudom, hogy most megtévesztő a cím, az utolsó. Az Magyarországon utolsó. Forgalomba került, jól mondtam, forgalomba került, muszáj tagozódni, ragozódni. Megfordítom, mert szerintem, de föl van írva. Ott is ugyanaz van, mint itt. Kettesés, de ez, hogy van németül? Te tudtál németül valamikor, nem? Nem. Jó. Akkor nekiesünk. És ebből a fűrészből legendát gyártok, mert vissza is fogom csomagolni azonnal. Ez egy darabig, sőt, hát elképzelhetőleg jó darabig nem lesz használva. Megmondom, miért rendeltem meg a Fuchs Ilatitól. Mert ez az a legendás Fuchs Tech 6150-es láncfűrész, ami Magyarországon utolsónak került forgalomba. De például utolsó... Németországban akkor mindjárt csak. Gyere közelebb, mert szerintem nem is vagy benne. Tosi? Gyere ide közelebb, mert nem is vagy benne. Nem Németországban gyártják, Kínában gyártják licenszben. Ez Magyarországon az utolsó eladott darab. Ez a lényege. Nincs több 6150-es Magyarországon. Kínában például van? Elképzelhető. Hát Kínában minden van. Jó, akkor... Ennek a replikái. A fukteket replikái. Jaj, de jó. Végre, essünk neki. Essünk neki. Így. Nagyon akkor. Nem. Itt. Először ott. Ja. Utána jó. Itt. Utána hosszába. Te, mi lenne az élét? Na végre. Tehát még egy rohadt unboxing videót sem tudunk megcsinálni. Jó, akkor... Így, úgy a tenyered fele, nagy lendülettel. Réhéhé, beledugtad a papír közé. Megint a papír közé dugtad. Figyelj. Akkor így. Na végre. Vedd el a kezed onnan ilyenkor. És erre fele haladjál, és ez most hosszá a lesz. És a te homlokodhoz csapok. Nem már! Ne vágd végig itt hosszába, középen, te! Alire! Alire, mert mindjárt gyűrűhamot kapok, te! Vigyázz! Vigyázz! Fogod, leszedöd! Az túl egyszerű! Egyébként igen, mert nem! Nem, menj, ne kapkodj, amikor kés van a kezembe, te! Túl egyszerű! Egyszer, vigyázz! Na végre, így kell! Azaz! Oda nézz! Okay. És sejtettem. Mi ez lapa? Na ezzel fogok a suliba venni azért, mert most már nagyon idegesít a nap. Igen? Túlságos a napsütés. Te, nézd csak mit kaptunk. Napszemüveg! Akkor meg ezt viszem suliba. Nem, ez azért túlságosan... Hát hogy is mondjam? Fuchs-tekes napszemüveg! Persze, hogy az. De ez védőszemüveg egyébként, szerintem. Szerintem ez védőszemüveg. Hát ez nagyon jó! Ezt én fogok hordani, vagy Levente. Te! Leventenek vannak sapkái is, általában nem hordani. Na, tényleg a fűrésznek az a lényege, hogy... Basszus, hogy megrendeltem azt a fűrészt, ami Magyarországon utoljára került eladásra. Több már nincs, nem rendelhető több. 6150-es láncfűrész. Kapunk. Itt van nálam az utolsó 6150-es. És hát ugye, ne kapkodjál már! De kidobál mindent, ért? Egyből mindent kidobál. Nem meg sem nézi, hogy mi az. Nem is érdekli, hogy mi az. Nem már. A láncfűrészt is ki akarod itt dobni? Ez mi? Na ugye, látod? Legalább van miről beszélni. Kaptam pluszba egy láncot. Ja, akkor ez mi? Mindjárt elolvasom, hogy ez pontosan mi. Hát van már ebből ezer amúgy, de meg pólóból is, de... Pólóból nincs. Megmondom, mi a baj vele a pólóval, hogy elhasználtuk. Na, lassítsunk egy kicsit, én most visszapakolok, jó? Mert mindenről szeretnék valamit mondani. A keverőt nem fontos visszapakolni, mert mindenki látott már keverőt, és nem is használjuk, mert tényleg ott van a bungiba, vagy 4 darab. Mert amennyi láncfűrészt rendeltem már tőle, azt hiszem a harmadik. Harmadik, ami így ugyanaz jött, úgyhogy három ilyen keverünk van, de meg kaptunk is. Na, megyünk tovább. Tehát a sapka oké, mutasd, nekem hogy áll? Így, ne, szibád, majd én leveszem róla.
Jaj, de jó, állítható a méret. Jaj, de jó. Aha. Elszusom, Benjo. Rajtam, hogy áll a fuchstekés? Ha, fölveszem hozzá napszemcsit. Ha ez egyáltalán napszemcsit, de szerintem védőszemüveg. Ez inkább védőszemüveg. Igen, munkához van ez védőszemüveg, de... De el is mosolyom. De. Szerintem ez tök korrekt. Már csak egy láncfűrész kéne a kezemben, nem? Ami itt van. Ne tapogat már meg. Na, mutasd meg rajta, hogy áll. Látom magamban. Magamban? Látom magamban? Nem az. Magam látom ad. Magam benne. Oké, okay, parancsolj. Mutasd. Ó, ide vagi, nagyon vagi. Jaj, de jó. Ez már... Hozok egy láncfűrészt a kezemben. Tök más rá. Hozolj láncfűrészt. Tökéletesen más a látásom, és igazából... De jó. De jó. Sötét van. Tessék, pózolj láncfűrésszel. Miért nem az új 61-50-essel? Hát azért, mert ez például már munkában volt. Ez most azért ilyen, mert használtam. Még nincs megtakarítva. Na, föl sem bírod emelni. Azért lenne, hogy véletlenül oda kocsinst valahova. Na, megyünk tovább. Amiről beszélni. Azt mondja, jó, tényleg az. A pólókkal az a helyzet, hogy én, ja, itt is megjegyzem, hogy, mert már többen kérdezték tőlem, hogy ugye a Fuxi bácsi fizet azért, mert hogy én elég sokszor, mit tudom én, szerepeltetem a láncfűrészt, nem, egyszerűen az a titka, hogy nincs más láncfűrészem, Fuxtek van meg egy Makita, de a Makita az ugye gajazófűrész, tehát mint ahogy mindenki mondjuk otthon használja a láncfűrészét, Stihl vagy Husqvarna vagy akármi, én a Fuchsteket használom itthon. Külön nem fizetnek nekem azért, hogy most filmre veszem, hanem ugye össze kell, hogy vágjam a tűzifát, meg közben dumálgatni szoktunk. Ellenben, látjátok miket szoktam kapni? Díjazásul ezt. Pólót. Na, és az jól jön. Nekem jó. Jól jön, mert most készülök elég hosszú utazásra. Hova? Majd elmondom később, mert most egyedül még át kell beszéljem anyával. Na szóval. Utazás! Maradj már! Róla. Persze, hogy nem tudsz róla, hát én is ma tudtam meg, mikor hazajöttem. Azt mondja, hogy hát Fuxinál most nincsen 40-es lap, csak 45-ös, és mondtam neki, hogy vegye ki a lapot és a láncot. Nincs szükségem 45-ös lapra, mert már van itt, vagy három darab, mind a három vadonatúj, de egyiket sem használom, mert túl nagy. Kaldázásnál elvileg jobban jönne. Tessék? Fájasszal van tőle. Igen? Nekem minden szemüvegtől fáj a szemem. Jó. Végig fogom mondani akkor is. Tedd bele ebbe akkor, légy szíves. Tedd vissza a csomagra. Szóval mondtam neki, hogy vegye ki a 45-ös lapot, helyette küldjön a láncot. Úgyhogy van 40-es lapom, amivel dolgozom, láncom is van még hozzá. Van 45-ös lapom, vagy 4 darab lánca, 3 darab lap, 3-4 darab. Úgyhogy a láncok azok mindig jól jönnek. És így ezt köszönöm. A 45-ös lap és lánc helyett kaptam összesen 2 darab 40-es láncot, plusz egy másik láncot, ugye ez alapból jár alapból a láncfűrészhez, de üzente nekem, hogy küldött pluszban egy láncot, ami különbözik a kettőtől. Mindjárt megnézem, hogy miben különbözik, vagy mi ez egyáltalán, és hogy kíváncsi a véleményemre. ...1,5 mm, 64 szemes. Hát, hogy mit a különbség itt külsőre? Azt mondja, hogy... Kikére bontanom, meg használnom. Úgyhogy lesz majd tesztvideó erről a láncról is, meg erről a láncról is külön-külön. Ennek a leírása, a szemüvegnek a leírása. Most így... a leírás. Igen, a használati utasítása. Igen, szemüvegnek a használati utasítása. Na, csak most próbálok kivenni valamit a láncba, van különbség ránézésre is, ugye az anyagában is. Jó, hát ezt visszateszem most a dobozába, hogy ne keverjem össze ezzel, de hát nem is lehet, mert a felirat is más. Visszateszem ebbe. Úgyis most fogy a tűzifánk. Rendelnem kell még 2 köbmétert, mert ugye április közepéig fűteni fogunk, ez már szinte biztos. Amilyen időjárás most van, úgyhogy lesz mit majd vágni vele. És igen, össze fogom hasonlítani 2 láncot, hogy milyen különbség. Menjünk tovább! Hát ezt nem kell különösen megemlítenem.
ez a láncfűrésznek a leírása elképzelhető magyar nyelvű. Én még egyszer sem éreztem meg. Már van, nem is tudom hány. Na, mi van még itt? Hát a szokásos. Anal intruder. Hagyadik kulcskészlet már, te, meg reszelő. Mondjuk a reszelő az fogyóeszköz. Jaj, de jó. Van itt minden szemszájnak ingere. Tartalék, olajpumpa, meghajtókerék. Csőkulcs, vagy mi ez? Na, gyertyakulcs. Tudod a belső bárnokat megint? Fel, mindent tudok. Akkor szavalj. Dekni, nem fogok szavalni. Utáltam már gyerekkoromban is a szavalást, mikor felelnem kellett, rühellem. Örülök, hogy megszabadultam. Na, és akkor most jön a fűrész! Felelni kell az előhúgból, felét nem tudom, de az igazából... Jaj, versibárdokat átírtam egyébként valamikor. És mi lett a nőt? Hogy ne éljen, Eduard! Hagyjuk már! Nem is tudom, hanyadik 45-ös láncvédő. Azt tudom, hogy kezdődik, de igazából 5-ös kaptam, piros 5-ös kaptam. Gratulálok! Gratulálok! Csillagos! Csap bel az orrtörlőt! Amerika! Mert megtanultam egyébként 18 versekot és 15-ből kellett felállni, tehát... Jaj, egyszer nagyon, hogy mondjam, fogsz örülni, amikor megszabadulsz ezektől az ökörségektől az általános iskolába. Én az általános iskolától is örülni fogok, hogy megtanulok. Azt akartam valójában mondani, hogy nagyon fogsz örülni, amikor az általános iskolától megszabadulsz, mert csupa olyan dolgot tanítanak, amit soha az életben nem fogsz használni. Például matek. Hát, nem szeretem a matekot? De ide nézz! Milyen gyönyörű a színe, az állása, micsoda forma, júj, oda nézz! Nincs is rajta semmi! Kuplunkeri, júj, de jó a hangja! Jajjajjajjaj! Szóval, a 61-50-es, hogy miért ragaszkodok én ennyire a 61-50-eshez, ugye volt a KS-162-es, bár most már azt is megújították, hogy lehet, hogy most tetszene, de nem, egyébként nem. Ezek a díszítő elemek a KS-162-esen, meg stb. Hát nekem annyira nem jöttek be, nekem ez jött be a 61-50-es, de ilyet nem tudok venni. Szóval, gyönyörű a tolla, ahogy láthatjátok. Ebben van anyag, van színezete. 61,5 köbcenti. Hova mész? Mindjárt jövök. Oké. Már annyi mindent elmondtam erről a fűrészről, hogy ennél többet felesleges. Otthoni munkára ajánlják, ez nem lesz használva egy jó darabig, ezt vissza fogom csomagolni szépen, amivel muszáj. Dekniével visszacsomagolom. Nem fogom használni, mert van másik fuchstek, van egy Makita, hogyha nagyon bajba lennék, de ezt nem fogom használni, ezt megmondom miért kell nekem. Hogyha olyan roncsra mennem, a 61-50-es, a másik, amit használok, hogy már nem tudom használni, meg javíthatatlan, meg nem éri meg megjavítatni. Bár erre kicsi az esély, mert én vigyázok a fűrészeimre nagyon. Bízom benne, hogy a másik fűrészsel még évekig el leszek. Szóval nem tudom, ez szerintem nem lesz beindítva sem. Megkérdeztem a Lacit, hogy lesz-e abból baj, hogy én ezt tárolom és nem indítom be. Azt mondta, hogy nem, elvileg nem. És hogy ő se indítaná be. Aj, de jó! Jaj, de cuccos! Szóval én ezt azért vettem, hogy tarcsiba legyen egy olyanom, mert már ilyet nem lehet venni, más miatt meg nem, nagyon nem akarok egyelőre. Szóval Nokia 3310-el is így vagyok, érted, hogy van egy darab az első, amit megvettem, és még a mai napig működik, plusz ugye van még vagy kettő tartalék, plusz most találtam egyet nem messze, ahol voltunk elhagyatott helyek, meg stb. Egy fiókba. Azzal is így vagyok, ezzel is így vagyok, hogy kell belőle egy tartalék, mert a fuchstekből sohasem elég. És legyen ez a végszó. Ez egy kurva jó láncfűrész. Én baromira meg vagyok ezzel a modellel elégedve, viszont már nem tudtok belőle rendelni, mert itt az utolsó darab. Ezt szépen visszacsomagolom, megy be a műhelybe, a polcra, pihenni. Hát nem tudom, lehet, hogy majd megkérdezem azért mégis egy-két embert, hogy be kell-e ezt indítani, mit tudom én, havonta legalább egyszer, egy kicsit pöfögni, vagy stb.
Vagy bejáratni esetleg? Nem tudom, még egyelőre utána kell, hogy nézzek, meg rá kell, hogy kérdezzek. Lehet, hogy Lacitól fogom még egyszer megkérdezni, és komolyan mondta ezt, hogy ezt nem kell beindítani, és nem lesz belőle vajon. Én azt tervezem, hogy ezt elrakom, ameddig csak lehet. Tehát amíg a másik üzemel hibátlanul, és arra is nagyon fogok vigyázni, addig én ezt biztos, hogy nem veszem elő, és nem üzemelem be. Ó, új szag! Olyan, mint az uaz illat. Új szag. Új szagú. Ez is nagyon tetszik. A régi 6150-esnek, az első modellnek, ami forgalomba került, amit ajándékba kaptam, ez a része, ez eléggé instabil volt, ez le is jött néha. A szivató része az baromi jó, könnyen kezelhető, a KS162-esnél ott ügyeskedni kellett, hogy ez működjön, nem fértél hozzá rendesen. Hát, meg ott a KS162-esnél még az is van, hogy a fékszalag behelyezés, ráhelyezés a deckninek, hát az is időigényes, főleg télen mínusz 20-ban. Na szóval, nekem ez a 6150-es nagyon bejött, úgyhogy akár használtan is veszek majd még egyet. De ez a jövő zenéje egyelőre. Most olyan zenék vannak, hogy lehet, hogy mindjárt útra kelek. Hosszú útra. A fene vigyel. Na, Benjo, le tudod kapcsolni a kamerát? Meg volt az unboxing. De nem szeretem ezt a szót, hallod. Tényleg, mit lehet mondani? Kicsomagolás? Unboxing helyett? Igen. Kicsomagoló videó. Igen? Én nem szeretem ezt az unboxing ilyen baromságot. Minden hülye azt használja. Jó, szia!